Szeretett kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban keressük meg Isten tiszteletünk alapigéjét úgy, ahogy a Jeremiás próféta könyvében találjuk megírva a második részben. A 26., 27. és 28. verseket olvassuk fel. És a jelzett helyen Isten igéje a következőképpen hangzik. Ahogyan megszégyenül a tolvaj, ha tetten érik, úgy szégyenül meg Izrael háza is, királyával, vezéreivel, papjaival és profétáival együtt, mert ezt mondják a fának, te vagy az apám, a kőnek pedig te szültél engem. A hátukat fordítják felém, és nem az arcukat. De majd, ha baj éri őket, így szólnak, kelj föl, segíts rajtunk. Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak. Hiszen annyi istened van, Júda, ahány városod. Amen. Kedves testvéreim, mi tudjuk azt, hogy a proféta az az Isten embere. És a proféta nem önmagától szól. A proféta mindig azt mondja, amit Isten üzen általa. Mikor ezeket az igéket olvassuk, amikor ezeket a szavakat rakjuk itt egymás mellé, akkor azt úgy tudjuk meg, hogy Isten üzenete volt néhány ezer évvel ezelőtt az ő népe számára. Miután Isten a 10 parancsolatban, már az első és a második parancsolatban leszögezte, hogy nincs Isten rajta kívül, és ne legyenek nekünk idegen isteneink, és ne csináljunk bálványt magunknak, azóta testvéreim a proféták őrzik, persze a Biblia alapjaim most már, őrzik azt a szövetséget, amelyet Isten kötött az emberrel. A 10 parancsolat ennek a szövetségkötésnek az írásos dokumentuma. És a proféta őrzi a szövetséget, amelyet Isten az emberrel kötött. Emlékezteti az embert a szövetségre, hogy ne legyenek idegen istenei, és ne csináljon magának bálványt. Vajon miért ilyen erősen parancsolja Isten az embernek, hogy ne legyenek idegen istenei, és ne csináljon bálványt magának? Miért haragszik Isten az idegen istenekre, a bálvány istenekre? Elsősorban azért, testvéreim, mert azok nem istenek. Másodsorban azért, mert még ha elképzelt Isten is, hiszen azt, hogy kő, meg azt, hogy faisten, azt az ember alkotja. Az ember készíti magának. Mégis ezek a bálvány istenek képesek az embert tönkretenni. Képesek megalázni emberségében. Képesek szétzilálni az emberségét. Vajon hogyan lehetséges ez? Úgy testvéreim, hogy a bálvány Isten hátánál és a hamis Isten hátánál mindig a sátán áll. Mindig. És a sátán húzódik meg, a sátán lapul a pogány istenek hátánál, a kőistenek hátánál, a faistenek hátánál, és az embert szétzilálja emberségében. Hogy működik ez az egész? Mi tudjuk azt, testvéreim, a Bibliából szintén, hogy egyedül az embert teremtette Isten a saját képére. Tehát Isten után az ember következik. A 8. Zsoltárban azt olvassuk, hogy kevéssel tetted őt kisebbé magadnál. Úgy is lehet értelmezni, hogy kevéssel tetted őt kisebbé a mennyei lényeknél. De itt szó szerint az áll, hogy kevéssel tetted őt kisebbé magadnál, és egyedül az embert teremtette a saját képére. Kedves testvéreim, az, hogy egy angyal olyan hatalmas, azt olvassuk a Bibliából, hogy majd jön egy angyal, aki megkötözi a sátánt, a régi kígyót ezer évre, ezer esztendőre. Azt, hogy egy angyal ilyen hatalmas, ne tévesszen meg bennünket. Azt is a Bibliából tudjuk, az Isten kijelentése alapján mondhatjuk, hogy csak egy kevés időre nagyobbak az angyalok nálunknál. A korintusi levélben már azt olvassuk, hogy valamikor el fog jönni az idő, amikor mi angyalokat fogunk igazgatni, mert mi magasabban állunk Isten után,
a mindenségben, mint az angyalok. Az angyalokat Isten nem teremtette a saját képére. Bennünket teremtette a képére. A zsidókhoz írt levél első rész, utolsó verse. Azt mondja az angyalokról, hogy ezek szolgáló lények, akik szolgálatra küldettek azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Tehát, testvéreim, csak idő kérdése, amikor Jézus Krisztusban Isten rehabilitál bennünket, és bevisz újra az ő országába, sokkal hatalmasabbak leszünk az angyaloknál. Az angyalok alárendeltjeink lesznek. Egyelőre hatalmasabbak, mert a bűn nyomorít meg bennünket. Isten őrizzen, hogy Isten visszaadja a teremtettségkor birtokolt hatalmunkat ebben az állapotban. De miután megszabadít a gonosztól, miután bevisz az ő országába, és a bűn nem fog bennünket se megkörnyékezni, se fékezni, hanem bűntelenek leszünk, mert Isten tökéletesen megtisztít, utána visszakapjuk azt a hatalmat, amivel rendelkeztünk a teremtettségünkkor. Isten totálisan rehabilitál bennünket, helyreállít, azt jelenti. Vagyis felettünk senki sincs, csak Isten. Ezért nincs megengedve, hogy valami vagy valaki uralkodjon az emberen. Ezért nincs megengedve, hogy káros szenvedély uralkodjon az emberen, legyen az akár cigaretta, legyen az akár ital, amitől nem tudsz megszabadulni, mert te rajtad, akit Isten a legnagyobbnak teremtett, önmaga után, testvéreim, akiket teremtett Isten, mi vagyunk a legközelebb állók hozzá, mert a saját képére teremtett, nincs megengedve, hogy téged sárba tiporjon akár az ital, akár a kábítószer, akár a cigaretta, akár egy földi, magát királynak gondoló valaki, egyedül csak Isten uralkodhat az emberen. Miért? Azért, testvéreim, mert csak ő nagyobb nálunk. Ezért, ha Isten uralkodik rajtunk, az ő igéje által, az ő hatalma által, az fölfelé húz bennünket, mert ő van a csúcson. Ha bármi más, akár mi uralkodunk egymáson, az lefele degradál. Az lefele húz. Az tönkretesz bennünket. Az megszünteti az emberségünket. Elembertelenít bennünket. Ezért haragszik Isten, hogyha bárvány isteneknek hódol valaki, szinte gúnyosan mondja, hogy ahogy megszégyenül a tolvaj, ha tetten érik, úgy szégyenül meg Izrael háza is, királyával, vezéreivel, papjaival és profétáival együtt. Mi okoz gondot, testvéreim, az istentelen embernek, aki hagyja, hogy leigázzák különböző dolgok? Aki jobban szereti az italt, jobban szereti azt káros szenvedélyeket, a játék szenvedélyt, testvéreim. Nem is olyan régen értesültem egy atyám fiáról, aki tönkretett a játékszenvedély. Kettő háza volt, mind a kettőt már régen eladta, és eljátszotta az automatákon, meg a kártyán, meg a szerencsejátékokon. Egyszerűen tönkreverte a családját, tönkreverte saját magát. Miért? Mert valami eluralkodott rajta, ami nem Isten. És ha nem Isten uralkodik az emberen, akkor az lefele húzza, a szétzilálja az emberségében. Embertelen lesz, ha valami olyasmi uralkodik. Lehet akár tudomány, lehet akár művészet, testvéreim. Nincs megengedve, hogy valaki jobban szeresse a zenét, mint Isten például. Nincs megengedve, hogy valaki jobban szeresse a festészetet, a szobrászatot, mint Isten, vagy a bármi más, vagy a munkáját, mint Isten. Nincs megengedve. Mert egyedül csak Isten nagyobb nálunk, és ha őt szeretjük, ha ő uralkodik rajtunk, akkor testvérei minden rendben van, mert ő emel állandóan föl magához. És a Bibliában van egy olyan vers, ezt Jézus mondja, testvéreim, hogy ahogy nekem adott az Atya hatalmat, és ültem vele az ő királyi székében, úgy ad ő is hatalmat azoknak, akik ő benne halnak meg, ő benne kerülnek át az Isten országába, hogy én is adok nekik hatalmat az én királyi székemen, vagyis Isten velünk akar uralkodni ezen az egész univerzumon, és nem rajtunk, pedig megtehetné, mert ő az Atyánk, ő a Teremtőnk. Egyedül csak Isten lehet az, aki fölöttünk áll, akinek főhajtással, tisztelettel adózunk, és akit imádunk, egyedül csak ő lehet az. Na most, testvéreim, mi az, ami megtéveszt bennünket? Megtéveszt bennünket azt, hogy istentelen a király. Ha istentelen.
megtévesz bennünket az, hogy esetleg istentelen a főnök, valamilyen főnök valahol. Megtévesz bennünket az, hogy istentelen a sajtó, és a sajtó nagyhatalom. Az istentelen programokat nyomja a televízióba, és csinálja az agymosást nálad, ha túl sokat nézem a televíziót. Istentelen a tanítás, testvéreim. Van egy vallásóra, amit a szerencsétlen gyerekek nem biztos, hogy komolyan vesznek, és van más 30 egy héten keresztül, ahol istentelen módon tanulnak mindent. Ne tévesszen meg bennünket, hallgassátok csak, mit mond itt Isten. Meg fog szégyenülni, ahogy megszégyenül a tolvaj, ha tetten érik, úgy szégyenül meg Izrael háza is, a királyával együtt, a vezérével együtt, sőt a papjaival együtt, sőt a profétáival együtt. Miért? Mert vannak hamis papok is, vannak hamis proféták, akik nem az igazságot tanítják, akik megpróbálják az ige üzenetét valamilyen fondorlatos módon kompatibilissé tenni a 21. század posztmodernizmusával. Ezzel a sok színűséggel, ezzel a kavalkáddal, aminek se eleje, se hátulja. Az Isten igéje az mindig világos, és mindig egyszerű. Ott van Isten, aki teremtett bennünket, azért teremtett, hogy velünk együtt örvendezzen a létnek. Ezért hangzik fel a Biblia végén Isten diadalmas kiáltása a trón felől, hogy végre most már Isten együtt van az ő teremtményeivel. Isten sátorra az emberekkel van, és velük lakozik. Minden erre megy ki. De ide nem fogunk tudni eljutni, testvéreim, csak akkor, ha végig megőrizzük Istent úrnak és királynak, aki egyedül uralkodhat rajtunk, és semmiféle más, se szenvedély, se kőből készült, se fából készült Isten, se tranzisztorokból készült Isten, semmiféle nem uralkodhat rajtam, egyedül csak az, aki annyira szeretett, hogy meghalt érte. Ezért, testvéreim, ne dőljünk be se könyveknek, istentelen szerzőktől való könyveknek, daloknak, sztároknak, a médiának, a mit tudom én, milyen istentelen tudománynak, ne dőljünk be nekik, ezek nem istenek, testvéreim, ezek semmire nem valók. Képzeljétek el, van olyan tudós, aki azt mondta, ezt a megállapítást tette. A tudomány Isten nélkül, tehát az istentelen tudomány, az lerombolja a világot. Én mondanám tovább is. A tudomány Isten nélkül lerombolja a világot, lerombolja az erkölcsöt, tönkreteszi az embert. Elemberteleníti az embert. Miért? Mert elszakítja Istentől. És ha az ember nincs Istennel kapcsolatban, továbbá nem is ember. Továbbá nem is ember. Addig vagyok ember, ameddig Istennel szoros kapcsolatban vagyok. Miért? Hát mert ő teremtett engem a saját képére. Ő tartja bennem az emberséget. Ő tartja bennem a lelket. Azt a lelket, amit tőle kaptam. Azt az istenes lelket. Azt az Isten alakú, Isten formájú lelket. Ő tartja bennem. Ha elszakadok tőle, abban a pillanatban elembertelenedek. Ezért nagyon igaz, testvéreim, azt mondja, mert ezt mondja a fának, te vagy az apám. A kőnek meg te szültél engem. Egy egyszerű eset jut eszembe, egy misszionárus találkozott egy olyan, régebben volt ez persze, nem most napjainkban, néhány évtizeddel ezelőtt, találkozott egy olyan benszülöttel, aki éppen a vadászatból jött vissza. És egyszer csak látja, hogy amit elejtett, a vadat, a másik oldalon meg ott lógott az oldalán egy furcsa fából készült alkotmány, olyan emberformája volt. És mondja neki, hogy az micsoda? Hát azt mondja, az az én Istenem. Ez a te Istened? Az mondja, igen. És azt mondja, miért van rajta annyi fót? Hát mert megvertem, azt mondja. Hát hogy? Hát mikor nem lő semmit, meg nem fog semmit, akkor veszi a botot, azt elagyabugyálja az Istenit, hogy miért? Mikor meg sikerül neki vadat ejteni, akkor leteszi maga elé, az hajlom neki. Hát ilyen Isten tud az ember csinálni. Ezért mondja az Úr. Miért mondja, azt mondja Izrael fia, bárki, miért mondja a fának, hogy te vagy az apám, vagy te vagy az atyám, vagy te vagy az Istenem. Kedves testvéreim, egyszerűen gúnyt űz belőlünk az ördög, ha nem Isten uralkodik rajtunk, ha nem ő a mi Istenünk.
Gúj tűz belőlünk a sátán. Kifordít bennünket önmagunkból, ha nekünk van valami, ami fontosabb Istennél. A gyermekem se lehet fontosabb Istennél. Mert a gyermekemet is Istentől kapta. A férjemnél, a feleségemnél is fontosabb az Isten. Először Isten, majd csak azután jöhet bárki más. Ha Isten testvérei mindig ott van nálam, ahol lenni kell, ha ő foglalja el a szívem indulatát, ha ő foglalja el az én emberségemnek a centrumát, akkor mindenkinek meg lesz a megfelelő helye. Ha Isten áll nálam az első helyen, akkor a gyermekeim is ott vannak a lelkemben és a szívemben, ahol lenniük kell. Akkor a férjem, a feleségem is ott van, ahol lennie kell. Ha Isten jó helyen van nálam, akkor ezek mindannyian megtalálják a helyüket az életemben, és pontosan azt a helyet fogják elfoglalni, amit Isten nekik ad. Azt mondja itt Isten tovább, hogy ha nem így jártok el, Izrael háza, ha nektek idegen isteneitek lesznek, akkor figyeljétek meg, mi fog történni. Azt mondja, a hátukat fordítják felém, és nem az arcukat, majd ha baj éri őket, így szólnak. Azt mondják sokszor, hogy miért engedi Isten azt a sok nyomorúságot ezen a világon, hiszen megengedhetné. Ő meg tudná tenni, hogy ne legyen nyomorúság, ne legyen baj az életünkben. Hát de nagyon sokan közülünk, testvéreim, csak akkor ébrednek rá a valóságra, amikor baj van. Ameddig nincs baj, addig megy, mint akinek a szemét kivették, megy a kárhozatba, állva megy a pokolba. De mikor Isten megengedi a bajt az életében, akkor vagy megáll, gondolkodik és megtér, megfordul Istenhez, vagy pedig még jobban megkeményedik. Miért? Mert a baj, ugye jön rám egyik probléma a másik után. Jön egy ilyen probléma, jön olyan probléma, megismerem az életnek a fonáját is, nem csak a színeit. Megismerem, hogy az életnek van árnyoldala is. Nem csak jó van az életben. Kedves testvéreim, elsősorban az a dolgom, hogy bemenjek az Isten országába. Elsősorban az a dolgom ezen a világon, hogy megtaláljam Istent, megtaláljam az ő fiát, a szabadítót, és ott legyek végül az örök ünnepen, amit Isten azért alkotott, hogy együtt örvendezzen az öveivel. Majd csak ezután van az, hogy férhez megyek, megnősülök, apa leszek, anya leszek, főnök leszek, beosztott leszek, stb. Cukrász leszek, orvos leszek, paraszt leszek, stb. Számadó leszek, könyvelő leszek. Majd csak utána jönnek ezek. Elsősorban azért vagyok a világon, ez az én fő állásom. Ez, hogy hívő vagyok, keresztény. Hogy bemenjek az Isten országába. Ez a fontos az életemben, ez a legfontosabb. Ha ezt eltévesztem, akkor teljesen mellé lőttem a célnak, és nem találom meg a helyem. Se ebben az életben, se pedig a következőben. Ha helytelen az Isten ismeretem, az is tévútra vihet engem. Ha nem ismerem Istent, ha nem úgy ismerem meg, mint ahogy ő magát az írásban kijelentette. Vajon miért van hát a baj? Azért, mert Isten megenged, mint ahogy mondtam, ilyen olyan problémákat, figyeljtek csak meg. Elkezdi az évek alatt a problémákkal szépen fejtegeti lefele rólam a héjakat. A nyomorúságban kiderül, hogy ki vagyok én a lelkem közepében. Mi van ott legbelül a szívemben? Te nem látod, hogy mi van az én szívemben? Én se látom, mi van a tiédben. Látja Isten? Isten látja. De hogy megláss te is, hogy mi lakik a szívedben. Hogy meglássa az ellenséged, a sátán is meglássa. Hogy hiába próbálod Balla Frigyesnek kitekerni a nyakát. Mert a szíve közepében ott van az Isten félelem, és nem tágít az Isten félelemtől. Emlékezzetek, jobbra nem így volt? Isten megengedett az életében mindenfélét, és az derült ki, hogy jobb, igaz és istenfélő. Bár így derül neki rólam is, testvéreim, míg egy darab lesz belőlem ezen a világon, meg ti romlatok is. Hogy a szívetek közepében ott legbelül, ott az igaz istenfélelem van. És mindegy, hogy most betegség jön, állás nélküliség, a gyermekkel van probléma, a férjemmel, a feleségemmel, a munkámmal, valamivel baj van, egyik a másik után. Legbelül ott van bennem az Isten félelem, és nekem nem báványisteneim voltak, én nem homokra építettem a házam, hanem Krisztusra, a kősziklára. És megáll! És megáll! Egy esetet mondok el nektek, testvérem, jobban mondva kettőt, de a kettő egy pontban konvergál,
egy pontban ugyanarra mutat rá. Beszéltem egy férfival, aki azért lett istentelen, mert meghalt a 25 éves fia motorbalesetben. Egyszerűen meghalt a fia, és azt mondta, hogy eddig csak gondoltam, hogy nincs Isten, most már biztos vagyok benne, hogy nincs. Egy olyan Isten, aki egy ilyen fiút elvesz 25 éves korában motorbalesetben, olyan Isten nem létezik. Ez nem Isten. Ilyen nincs Isten. Nincs Isten. A másik elveszítette a gyermekét, ugyancsak így, ugyancsak fiatalon, ugyancsak fiú gyermeket, az pedig autóbalesetben veszett el, és nem ő vezette a kocsit, ő csak utas volt, és meghalt. És tudjátok, mit mondott ez a filmrendező? Magyarországi filmrendező. Leesett az állam, amikor láttam, hogy hogyan nyilatkozik a tévében. Azt mondta, hogy én azt mondja, filmrendező vagyok, én tudom, mit jelent a dráma. És engem a fiam elvesztése döbbentett rá arra, hogy Isten megengedi a drámát az ember életében. Azért, hogy jöjjön már rá, hogy itt komoly dolgokról van szó. Nagyon sokszor a színházi előadásban direkt kiélezik a helyzetet, azért, hogy aki ott ül lent a nézőtéren, az döbbenjen rá, hogy ezek valami valóságosat akarnak bemutatni. Na, Isten is van, hogy megengedi a drámát az életedben, meg az életemben. Azért, hogy rájöjj, hogy itt komoly dologról van szó. Itt nem játszunk. Itt nagyon komoly dolgokról van szó. De testvérem, ha te Krisztusra építetted a házat, ha neked az építményed a kősziklán áll, ha neked nem bálványisteneid voltak, hanem a valóságos teremtő Isten, aki Jézus Krisztusnak az atya, és ő általa a te atyád is, akkor neked jöhet akármilyen probléma az életedben. Megmaradsz. Megmaradsz az Isten félelmedben. Miért? Mert az Isten volt a te Istened, és az ő trónja mozdíthatatlan. Azt mondja az apostol, hogy én a horgonyomat eldobom egészen az Isten trónjáig. Mert ha az Isten trónjába kapaszkodom, akkor nem fogok meginogni. Az Úr adjon nektek szilárd hitet, kitartást mindvégig. Azért, mert az igaz Istenbe kapaszkodtatok, és a fiába, az Úr Jézus Krisztusba, akit azért adott, hogy legyen kősziklánk, amire építsük az életünket. Amen.